A 2021-es év első nyíregyházi futófesztivál sikere után 2022-ben ismételten megrendezik a versenyt. A második nyíregyházi futófesztivál időpontja augusztus 28-a vasárnap. A nevezések online még mindig leadhatóak, de a helyszínen is várják a nevezőket reggel 6 órától. A program idén is egy motivációs esttel veszi kezdetét már szombaton, melynek a Bencs Villa ad otthont. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit szombaton 16 órától a Bencs Villába, ahol a hazai és helyi futóéletnek az olyan nagy alakjait hallgathatják meg a látogatók, mint például Dr. Lubit Szilvia ultrafutó, vagy Hellebrand Máté nyíregyházi olimpikon. Ez egészen 19 óráig fog tartani. Erre az eseményre azokat várjuk, akik érvényes nevezéssel rendelkeznek a másnapi futóversenyre. Például Lubit Szilvia és Hellebrand Máté másnap velünk fog futni a 21 kilométeres távon is. Nyíregyháza legszebb pontjait érintik majd a versenyen teljesíthető távok, melyek között a család minden tagjára gondoltak a szervezők. A futófesztivál főszervezője a Mozaik Meccs Sportegyesület küldetésének tekinti, hogy hangsúlyozza, a tudatos életmód kialakítását már gyermekkorban szükséges elkezdeni, amelyben meghatározó szerepük van a szülőknek. Az a tapasztalatuk, ha a szülők sportolnak, a gyermekek példaképként tekintenek rájuk, és nagyobb eséllyel válnak ők is sportolókká, így egy kilométeres gyermektávon futhatnak majd a legkisebbek. A leghosszabb a klasszikus félmaraton, amit lehet egyéniben, váltóban és trióban is teljesíteni, valamint lesz két rövidebb táv, egy 10 kilométeres és egy 5 kilométeres táv, és gondoltunk a legkisebbekre is, ők itt a belvárosban egy körülbelül 800 méteres távon fognak versenyezni, valamint lesz egy jótékonysági futásunk, ami szintén ezen a körön fog végigmenni, aminek a teljes bevételét a Pirosor Bohóc doktorok fogják eljutatni a Jós András kórház gyerekosztályára. Az egészségfejlesztés és a környezetvédelem fontosságára való felhívás a futófesztivál kiemelt célja, így az eseményt a zöld verseny elvek mentén rendezik meg. Nincs szórólapozás vagy egyszer használatos műanyag pohár, ehelyett vannak újrahasznosítható rajtszámok és szelektíven gyűjtött hulladékok. Végig a szervezés során törekedtünk arra, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyjuk, tehát megpróbáltunk teljesen szórólapmentesen, papírmentesen kommunikálni a folyamat során. A frissítő és váltópontokon nem lesznek csak lebomló papírpoharak, valamint vissza lehet adni a rajtszámot, aki nem szeretné megtartani, vissza tudja adni, és igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni és hagyni magunk után. Augusztus 28-án tehát második nyíregyházi futófesztivál az egészség, sportos életmód és környezetvédelem jegyében. A programok vasárnap 8 órakor megnyitóval indulnak, az első futók 8 óra 30 perckor rajtolnak.